Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezett meg a katolikus egyház. A hívek pálma és barka ágakkal köszöntötték a templomba bevonuló megyés püspököt és kíséretét, ahogy egykora jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Jézus egy ilyen helyzetben, amikor tudta, hogy mi vár rá, miért fogadta el mégis az őt magasztaló, dicsérő szavakat? Biztosak lehetünk afelől azért, mert tudta, tanítványainak s a körülötte állóknak szükségük van erre az együttes, örvendező bevonulásra, hogy megerősítse őket hitükben, Krisztushoz tartozásukban. Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Jézus szenvedés története, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Nagy csütörtökön délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmisével veszi kezdetét a Szent Háromnap liturgiája. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmáláshoz használatos krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség alapítására. Pénteken délután a Székesegyházban Krisztus halálára emlékeznek a liturgiában, majd este 8 órakor városi keresztútra kerül sor. Szombaton este 7 órakor kezdődik a húsvéti vigília.